Voltak, akik kutyával érkeztek az Abértavakhoz, hogy segítsenek a szemétszedésben. A Közösen a Kutyákkal Egyesület a felelős állattartásra hívta fel a figyelmet az akcióval. A kampányunk neve Szedd fel, dobd el, ez az akció már ennek a keretei belül valósult meg. Kukákat szeretnénk kihelyezni, nem csak ide, hanem a város több pontjára is, termünk szerint 50 darabot, logóval, az Egyesület logójával, illetve a Szedd fel, dobd el mondattal felmatricázva. A szombathelyiek is nagyon kedvelik ezt a vízpartot, jelentős részük több kis kedvencet is sétáltat itt. A civil szervezet első megmozdulásaként a kőszegi várárokban szedett szemetet, de kutyás kirándulást is szerveztek már. Arra, indulás! Az Abértavaknál azért jött össze a csapat, mert számos panasz érkezett már hozzájuk a vízparti környezettel kapcsolatban. Nem igazán mondanám azt, hogy az emberek összeszedik, tehát nyilván nem akarok általánosítani, de nekem konkrétan volt egy esetem, amikor láttam, hogy a kutya éppen végzi a dolgát, oda mentem, adtam a gazdájának egy zacskót, és hát nagy vigyorgások közepette a kutya ürüléket nem szedte fel, és nagy vigyorgások közepette tovább ment. A keverék kutyusát Andrea most otthon hagyta, mert a feladatra akar koncentrálni. Szerinte nem szabad általánosítani a gazdik hanyagságát illetően, az akciót azonban jogosnak érzi. Nagyon örültem, hogy itt Kőszegen van egy ilyen kezdeményezés. Szívesen csatlakoztunk, szívesen járunk bármilyen rendezvényükre. Ezt is nagyon fontosnak tartottam, hogy itt most jelen legyünk, mert panasz érkezik azokról a gazdákról, akik nem szedik föl a kutyakakit. Hát ez lelkük rajta. A szemétszedéshez használatos kesztyűket, zsákokat és más eszközöket magánszemélyek és vállalkozások adományából szerezte be az Egyesület. A további programokról interneten a szervezet közösségi oldalán lehet tájékozódni.